Sziasztok, Daráló! A mai pályát Ákos készítette, és az a cím, hogy első pálya. Nem tudom, hogy ez az első pálya, nem vagyok benne biztos, mert a történet... Hát nem lövöm le előre, de a lényeg az, hogy végigjátszva sem vagyok benne biztos, hogy tényleg ez az első pálya, vagy csak a sztori miatt kapta ezt a nevet. Ha ez az első pálya, akkor egész jól sikerült. Hát igen, megvannak benne a szokásos elemek, tehát nem arra kell számítani, hogy ide halljaj, tehát parkour, meg labirintus, tehát a szokásos minden, de azért próbált olyan formában önteni, szóval hát most azt mondom, hogy nekem tetszik, de van egy olyan érzésem, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy fú, itt is csak parkour van, meg a szokásos. Sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy valami szivacskopi írások is lesznek. Na jó, nekem tetszett, nekem pozitív volt, ötletes volt. Hát akkor lássuk. Így kezdünk a házam előtt. Most nem tudom, hogy most szereplője vagyok, vagy nekem készült a pálya, de nem lényeg. Kőkerítéssel kőbe vett kis telek a kőpusztaság közepén. Dupla rács, hogy még véletlenül se tudjak elszökni, ha az egyik rács elromlik, még mindig ott a másik. A házban kevés bútor van, láda, üllő, gomb, ami könyörök, hogy nyomjuk meg, egy falba épített ágy. Oké, hogy nem én építek a legszebben, de azért nem építeném az ágyamat falba. A ládában pár tár, Csabus almája, kajája, csákánya és kardja, hát akkor ezeket el is viszem. A könyörgős gomb pedig, illetve én azt mondom, hogy vége egy újabb nehéz napnak, talán ideje lenne aludnom egy kicsit. Hát akkor aludjunk. És alvás után még mindig éjszaka van. Ez nem azért van, mert egy egész napot aludtam és megint éjszaka lett, hanem a Game Rule parancsal kikapcsolta azt, hogy változzon az idő, és ez hatással van az alvásra is, tehát az sem változtatja meg az időt. Körülnéztem, de nem változott semmi, úgyhogy úgy döntöttem, aludjunk még egyet. Ettől se változott semmi, úgyhogy úgy döntöttem, utána járok a dolognak. Az ágy az nagyon gyanús, úgyhogy ott kezdtem a keresést, és mint kiderült, hát igen, van is mögötte szerkezet, nem véletlenül van a falban. Egy nyomólapot kellett volna valahogy aktiválni, nem tudom, hogyha kiszálltam volna az ágyba, akkor azon lettem volna, tehát nem tudom, hogy kéne működni ennek a szerkezetnek. Én nem csináltam még ilyesmit, de nem működött, szóval... Hát ha most nagyon gondos lennék, akkor át kéne ugye váltanom immórendszerbe, hiszen végigvihetetlen a pálya, de nem tudom, hogy mi okozza ezt, tehát... Na jó, nem leszek olyan kegyetlen, azt akarom mondani, ezúttal most nem. Aktiválás után egy kis szobába kerülünk, ahol van három gomb, meg egy spawn point, nagyon helyes. A gombok fölött csak számok vannak, 1, 2, 3, na jó, haladjunk sorrendbe. Az első azt mondja, illetve itt is én mondom, hogy mi ez a hely, hol vagyok, hogy kerültem ide. A második pedig egy hang azt mondja, hogy üdvözöllek itt Csabusa, ez egy álom, és nem is akármilyen álom, ez egy rémálom. És én vagyok a legsötétebb rémálom, az első pálya. Poén. Tehát az első pálya azt mondja, azért vagy itt, hogy teljesíts egy feladatsort, ami három feladatból áll. Parkour, labirintus és quiz. Ha sikerrel jársz, felébredhetsz, és élet... Mi? Még egyszer? Ha sikerrel jársz, felébredsz, és élet a... Ja, jó, csak én nem tudok olvasni. Oké, minden rendben van. Tehát felébredsz, és élet tovább hitvány életedet. Ha nem jársz sikerrel, örökre itt ragadsz, és parkour özni fogsz. Labirintusokban fogsz járkálni, és quizeket fogsz teljesíteni. Hát így, hogy van kiút, nem is olyan gonosz, de egyébként poén, tetszik a sztori. A harmadik gombnál pedig megszólít a pálya készítője, Csabusa, gyorsan mondom, mert nincs sok időnk. A pályám elszabadult és megőrült, segíteni foglak, ahol tudok. Természetesen nem kell lesz ezeket a feladatoknál teljesítened. Mi? Nem kell ezeket a feladatokat teljesítened, gondolom. Követ, amit mondok, és segítek kijutni innen. Az első pálya széttépte a lelkemet, illetve ez egy ilyen horror pálya, és különböző helyekre rejtette el. Egy darabnak sikerült megmenekülnie, így tudok most hozzád beszélni. Ha kiszabadítod a lelkem többi darabját, kijuttatlak innen. Mi? Te mit keresel itt? Azt hittem, végeztem veled. Ja, hogy ezt az első pálya mondja. Oké. Jó tanács, színezzétek
különböző színűvel azt, aki... Tehát a különböző karakterek szövegeit különböző színnel, na, csak kinyögtem. És akkor úgy átláthatóbb. Igen, aztán, jaj, ne, kinyitok neked egy kaput, Csabusa, menekülj és szabadíts ki a lelkem darabjait. Oké. Okay. Tehát a játékmenet úgy néz ki, hogy van ez a indítószoba, vagy mi a túró, és innen lehet majd a küldetéseket indítani, mindegyik végén kapunk egy lelket. És azokat majd összegyűjtjük, meg összerakjuk, és akkor happy end. A feladatok a szokásosak lesznek, ezzel nem lövök le nagy point. Hát ugyanis első pályáról van szó, tehát első pályás dolgok vannak benne. Amiért tetszik nekem ez a dolog mégis, mert úgy rakta bele az első pályás elemeket, hogy értelmesen. Tehát nem az van, hogy menj, szabadíts ki a királynőt, hopp, de útközben egyébként az erdő és a kastély között úgy ott van egy labirintus valamiért, vagy egy parkour, csak úgy. Hanem van értelme, hogy benne van. Tehát tulajdonképpen vehetjük úgy, hogy ez az első pályák paródiája, és így már mindjárt sokkal emészhetőbb, sőt, így van értelme berakni így ezeket a véletlenszerű feladatokat. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszik. A megvalósítás ez nem olyan csini, látjátok, de az ötlet az nagyon jó. Az első küldetésnél egy kis szobába kerülünk, ahol sok könyves polc van. Először fogalmam sem volt, hogy mi van itt. Aztán egy kis forgolódás után észrevettem, hogy tulajdonképpen vannak gombok, csak sajnos úgy, hogy megérkeztünk, úgy nekünk háttal, és tehát nem a legszerencsésebb. Inkább úgy kellett volna elhelyezni, hogy szembe legyen az emberre, hogy mindjárt megnyomja. Az első gomb azt írja, hogy a pályakészítő szól hozzánk, biztos vagyok benne, hogy itt van valahol a lelkem egyik darabja, de vigyázz, mert a pálya ahol csak tud, megpróbál majd keresztbe tenni neked. Ha kiütöd a megfelelő könyvespolcot, kinyílik egy ajtó. Természetesen észrevettem a hatalmas írást a padlón, ami jelöli, hogy melyik könyves blokkot kell kiütni. Tetszik ez a feladat, tehát olyan nem túl nehéz, csak egy kicsit kell odafigyelni, és akkor tudja az ember, tökéletes. Ami kinyílik, az igazából nem egy ajtó, hanem inkább egy lyuk. Lent a klasszikus dugattyús blokklökdösődés fel, ha megcsináljuk, akkor megkapjuk az első lélekdarabot, ami egy golyó. Ha kivesszük a ládából, visszakerülünk a küldetésindítóhoz, és a pálya készítője eltávolítottam a rácsot a második lélekdarabkához vezető cellánál. Gratulálok, megtalált a lelkem első darabját. És még achievementet is kaptam. A második küldetés egy hatalmas medence mellett van, itt is van gomb, megtanultam. A következő lélekdarabját első pálya itt, Atlantis elsüllyedt városában rejtette el. A melletted lévő ládában találsz néhány tárgyat, ami hasznodra válhat a keresésnél. A ládában tényleg van egy rakás felszerelés, ezen a részen tulajdonképpen az a lényeg, hogy úszkáljunk sokat. A házakban lehet találni felszerelést, egy teljes gyémántszettet össze lehet gyűjteni. Annyira nem nyűgözött le ez a küldetés. Egyébként sem szerettek játékokban búvárkodni, meg itt sem volt igazából semmi kihívás, tehát csak úszni kellett. A medence túlfején egy gyémánt blokk piramisban van a lélekdarabka, igazából már messziről is azt sejti ezen. Arra gondol az ember, hogy valószínűleg abban van, és tényleg. Tehát megtalálni sem kihívás, úgyhogy annyira nem jött be. Ha megszereztük a golyót, ismét szól hozzánk a pálya készítője, ez az, megtaláltad a második lélekdarabkát is. Ha van kedved, még körülnézhetsz különböző kincsek után kutatva, de fel is mehetsz visszatérni a cellákhoz. Kinyitom a harmadik lélekdarabka celláját. Ugorunk a harmadik küldetésre. A következő darabját a múzeumban rejtette el az első pálya. Nézd körül jól. Van itt absztrakt művészet, meg idegenvezető. A az absztrakt művészet. A legérdekesebb és egyben legfurcsább művészeti ág. Köszönjük, sokkal okosabbak lettünk. Van képgaléria, itt azt mondja az idegenvezető. Ezeket a képeket még maga Leonardo da Vinci festette. Van itt zene, fülgazmust okozó hangokat tudtak előcsalni ebből a zongorából a legnagyobb zongora virtuózok. Tetszik, hogy játszik a szavakkal. Akkor ezek szerint egy ilyen virágcsokor az orgazmust tudna előidézni? Most pedig eljátszom nektek a daráló új főcímdalát. Remélem, fülgazmusotok volt.
úgy döntöttem, kicsit DJ-skedek, és elindítottam két zenét is. Az utolsó a szőnyegek, a padlóra az van írva, hogy kép, vajon ez azt jelenti, hogy a képgalériában valamit nem vettem észre? A perzsa szőnyegek, úgy tartják, az egyiken még Aladdin is repült. Nem tudom, hogy tényleg azért volt-e ott az írás, hogy itt kell valamit keresni, de valóban nem vettem észre. Hát, vagy csak most nyílt ki az ajtó. Hát ezt már nem tudjuk meg soha. Három nyomónap a láda előtt, kissé gyanús, és valóban csapda. Jó tanácsom, inkább használjátok az ilyesminél, vagy én azt javaslom, azt a pókfonalas csapdát, annak mégiscsak csapdás habhangulata van, mint így kirakna a nyomólapokat. És hátugrom. Egy kis parkour, de legalább jó a zene. Gomb, muhaha, végre sikerült, parkúroz, muhaha. Még egy nyomólap, gyorsan erre csabosan nyom meg a gombot és visszaviszlek a múzeumba. És megvan a harmadik lélek is, bravo, megszerezted a harmadik darabgát is. Kinyitom a negyedikhez vezető cellát. Lássuk a negyediket, köszönöm, hogy végigjátszottad a pályám. Remélem tetszett, és csak azért, mert szereted az optimizmust, a pályát készített Ákos, készítés idő 2 nap. Úgy látszik, valami rosszul, vagy félre, vagy összeér, vagy valami. Szerintem ennek a szövegnek nem kéne megjelennie, csak a másik gomb is aktiválja. Kapunk kart és üzenetet. El kell juttatnod a pistonok segítségével a vörös gyapjút a gyémánt blokkra. A kart lerakhatod és kiütheted bármennyi szer. Egy kicsit vonatozni kell a dugattyúkkal, talán láttatok már hasonlót. Van egy kis ellenérzésem a dologgal kapcsolatban. Ha ez a pálya kifejezetten nekem készült, akkor nem szóltam. Meg tudom csinálni, tudjuk, hogy meg tudom csinálni, semmi gond a feladattal. De ha mindenkinek készült, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy vannak, akik egyáltalán nem érdeklődnek a reston után. Tehát meglátják, hogy hú, valami restonos feladat, és kész. Elkezdenek össze-vissza kapcsolgatni, nyomogatni, tehát bele se kezdenek gondolni, mert meg nem is tudnak róla semmit, nem érdekli őket. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezeket a reston feladatokat vegyétek minimumra, vagy sőt, igazából minek bele. Tehát a restont azt meg kell érteni, föl kell fogni, az szerintem nem egy olyan dolog, amit bele lehet rakni feladatként. Nem várhatjátok el, hogy a játékos ott hirtelen megértse a digitális technika csinyát, binyát, hogy a Boole algebrában milyen logikai kapuk vannak, stb. Úgyhogy, és az átlag ezt ugye nem tudja. Úgyhogy szerintem nem éri meg ilyen reston feladatot berakni. Egy újabb nyilvánvaló csapda után, hát újra találkoztunk, kedves Csabusa, ezúttal labirintusozni fogsz, muhahaha. Ha megtaláljuk a kiáratot, akkor kijutottál, gyorsan hozd el a darabkát. Ez volt az utolsó darabka, kinyitom a lélek összerakó masina celláját, rak bele a lelkem darabjait és felébredsz. Lélek összerakó, mi a pillanatragasztóval összeragasztjuk, vagy mi? Egy láda, beledobáljuk a lelkeket, visszakerülünk a házba. Köszönöm, Csabusa, megmentetted a lelkemet, néhány másodperc múlva felébredsz és élheted tovább az életedet. Gondolom ideje volna, még az az elköszönő szövegem már a negyedik küldetés elején volt. Tehát ez volt Ákos első pályacímű kalandpályája, egy remek példa arra, hogy hogyan lehet emészhetőbbé tenni egy labirintust. Még a díszítésen kellett volna dolgozni, de egyébként az alapötlet nekem bejön. És a kézikönyv óvjon.